A nyitó ünnepség első fellépője Rákász Gergely orgonista. 15 évesen az ország legfiatalabb koncertorgonistájaként adta első hangversenyét. Majd az Egyesült Államokban tanult és koncertezett. Premiere óta közel 2000 fellépése volt világszerte. Sokszor is mondjuk, hogy engedd be Istent az életedbe. Hisszük is, meg nem is, hogy ez lehetséges. Hiszen ez olyan, mintha azt mondanánk, engedd be az elefántot a gyufás dobozodba, nem? Vagy hogy engedd át a tevét a tűfokán. És az egészben az az elképesztő, hogy Isten képes és bejön. Tudom, hogy lehetetlen, Isten mégis bejön a kis életembe és elkezd lehetetlen dolgokat művelni. Nem csoda, hogy Isten valóságossága zavarba hozza a világot, mert persze minket is zavarba hoz. És mivel meg vagyunk őrülve a szabadságunkért, azt hiszük, hogy ha Isten bejön hozzánk, majd jól elveszi azt. Pedig a szabadságot nem elveszi, hanem adja. És nem is azt a fajta szabadságot, amit mi annak hiszünk, hanem annál sokkal többet. Önmagában a témának is van szerintem egy lelki súlyemet. Nem emberi dolgokról beszélgetünk, hanem egy olyan dologról, ami ennél túlmutat. És tehát szerintem ez a dimenziója az, ami még egy nagyobb súlyt ad ennek az egésznek. Az meg persze ráadás, hogy egyébként ennyi ember hallgat most is minket, és hogy több országba fordítják azt, amit most éppen mondok. Ez meg még egy ilyet rátesz erre a lapátra, szóval igen, van súlya. Gergő? Meg kell élni a pillanatokat, én mindig ezt mondom minden egyes beszélgetésükben, amikor erről beszélünk, hogy lehet bármire is felkészülni. Hát úgy, hogy megéljük és hiszünk abban, amit csinálunk. És a hitnek különféle fajtái vannak, és szerintem az összes fajta ide sorolható, az egymásba való hit, Istenbe való hit.
élményével állította párhuzamba a mostani Covid miatt kialakult helyzetet. Így ír: kisfiú koromban, amikor a vacsorát vártam, az egyik utca közben játszadoztam háborús törmelékek között. Felkiáltottam az utcáról, majd édesanyám kitárta az ajtót és a nevemen szólongatott, mert félt, hogy elveszek a sötét lépcsőházban. Követtem a hangját a negyedik emeletig, ahol anyám kézen fogott és átölelt. Ez most a mi életünk sötét lépcsőháza is. Isten megnyugtató hangja és kitárt karja vezet bennünket. Engedjük, hogy ezen a Szentmisén és kongresszuson az Úr vezessen bennünket, és kitárt karjával fogadja bennünket, amikor az oltári szentségben találkozhatunk vele. Nem vagy egyedül az élet csodálatos misztériumával szemben, nem vagy egyedül szabadság és örökké valóság iránti szomjúságoddal. Bárhol is tartózkodsz, nem vagy láthatatlan. Isten szeretettel tekint rád. Nem vagy árva, Isten a te atyád. Életed ára Krisztus vére. Ő a világ megváltója és az örök élet kenyere. Ti mindnyájan, akik érzitek a kereszt súlyát, akik sírtok, akiket üldöznek az igazság miatt, akiknek nincsen hangotok és hazátok, akiknek fájdalma is ismeretlen a többiek előtt. Kapjatok erőre, közel van az Úr, kopogtat minden szív ajtaján, amely megnyílik előtte.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen.